Üdvözlöm a kedves nézőket és hallgatókat! Ma a stúdióban professzor Bagdi Emőkér, klinikai szakpszichológust köszönjük nagy szeretettel. Köszönöm a meghívást, üdvözlöm én is a kedves hallgatóságot, nézőket. Nagyon jó. A, a, arra szerettem volna még rákérdezni, hogy azt, azt, hogyan élte meg a szakmán belül, e, és most itt hivatkozott ugye Jordan Petersonnak az esetére is, ugye ő egy nagyon népszerű kanadai e, szakpszichológus, talán pszichiáter is, erre nem vagyok e, benne biztos. Pszichológus, klinikai, klinikai szakpszichológus. Klinikai és, és Kanadától annyira nem ismeretlen, mert, mert ismerve a kanadai kultúrát, ott egy kicsit jobban el tudom ezt képzelni, hogy éppen pont az ottani szakma pont a transzideológiával kapcsolatban, pont a, a biológiai nemeknek a tagadása vagy felülírásával kapcsolatban elment a szakma egy olyan tudománytól elszakadó ideologizáló irányba, aminek most például az elmúlt hetekben egyre jobban áldozatává válik Jordan Peterson is, mert eh, ilyen felszólították, hogy bizonyos átnevelő kurzusokon vegyen részt. Ugye ott a konfliktus, ami népszerűvé vagy világhírűvé tette Jordan Peterson-t, az pont az volt, hogy élve azzal, hogy neki a hivatása, meg a küldetése, a szent esküje arról szól, hogy a gyermekeket tanítani, a fiatalokat védelni kell, ezért nem volt hajlandó alá menni annak a, az újfajta ideológiának, hogy ön például más nemi megszólítást alkalmazon. És ugye visszakanyarodva esetleg az önérintettségére is, hogy itt Magyarországon például a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatban volt a szakmán belül egy olyan állásfoglalás, ami szintén becsempészte ezeket a nyugatról, külföldről jött import, import ideológiát, és elkezdte a gyermekvédelemnek a témáján belül kicsit így kidöntögetni ezeket a tudományos konszenzusokat, ami eddig megvolt, legalább a hazai szakmai körökbe, most viszont egészen számottevő többsége, vagy nagy száma a szakmán belül, pont egy ellenkező álláspontot vall, és nem csak ellenkező állásponton van, hanem annyira követtem az eseményeket, például az ön személyét is azért elég nemtelen és durva támadások érték, ami egészen hajmeresztő tudva azt, hogy milyen szakmai múlt áll például ön mögött. Persze, de valahogy én ezzel úgy voltam és vagyok is, hogy miközben 15 ezer magyar pszichológus közül ezer egy nehány ellenem fordult, tudomásul vettem, hogy készek arra, hogy egy... A, a modernségnek a szellemében nem elmélyülten végig gondolva, hogy mi mellé csatlakoznak, eladják a, a szellemiségüket, a hitüket, a meggyőződésüket, a tudásukat, teljesen vakon alárendelik egy valami olyan újénak, hogy most ez a trendi, most akkor ezt kell követni. És hát Bagdémök ele van maradva, hát ő, ő egy konzervatív, és rögtön ráállnak arra, hogy ez az új ideológia az első, amit ki kezd a nevezik. Tan. Hát például már az új nevezéktan egy olyan új gyermekképet állít elénk, ahol ugyanúgy szépen végigmegy a személyiségfejlődésen úgy, hogy egészen más elképzelései vannak, merem mondani ezek az ő elképzeléseik, születik egy új ideológia, láttunk mi már olyat a világon, láttunk már olyat, és most bocsánat, hogy nagyon éles leszek, én a politikai rendszerben az ötvenes években, ahol a szüleim X-es megbélyegzett emberek, voltak, akiket kiállítottak a sorból is kitaszítottak, akiket uh, mi? és a sárga csillag, bocsánat, milyen alapon rekeszt ki valaki valakit, azért, mert más az ideológiája, arról, hogy ki az ember, mi az ember. Most, ha ebben nem maradunk meg egy olyan fajta alapon, aminek az etikai alapja, etikai, hát mi az etika? Hát nyilván való, hogy az erkölcsiségnek és erkölcsösségnek egy olyan alapja, ami az emberrel, mint egy kell, hogy úgy mint hogy kibontakozott a barlanglakó őseinktől kezdve, hogy életszabályokat alakítottak ki, hogy mi viszi tovább az életet, mikor fog elpusztítani a mamut, hogyha nem megyünk együtt mi férfiak vadászni csoportba, együtt közösségbe, és kialakult az emberi közösségnek az a fajta rendszere, ami túlélő, mert azt üzeni ma és akkor is azt üzent, hogy együtt összefogva túléljük a nagy veszedelmeket is. Vagy a nők, akik ott a barlangba, bocsánat, hogy visszamegyek az ősökhöz, ott a barlangba, ugye, ahol szülték a gyereket, és a, hozta a párjuk a leterített mamutot, hát ott meg kellett főzőcskézni, de együtt a nők, tehát egymással, ugye, a nők miért olyan csacok beszédesek, egész más a természetük. A jobb agyféltekéjük is egész elkezdett máshogy alakulni. De az egész biológiánk is átalakult arra, hogy mik azok, amik megtartják az életet és az életszabály kialakult. Te nő, az lesz a te feladatod az életben, hogy úgy védelmezd ezt az életet, ne úgy, mint a férjed vagy a párod, az menjen vadászni, hozza haza az, az élelmet. És te meg állj oda, és te melegíts meg a párodnak az ételt, meg főzd, meg mikor hazajött. Na most egy kicsit próbáljunk meg evolúcióban gondolkodni, hogy mik azok, amik az életet továbbvivő, az gyermekfejlődését elősegítő, kollektív, több millió éves kulturális tapasztalat, kultúra, kultusz a csinálás. Hogy csináljuk? Arról szól, megegyezés abban, hogy hogy csináljuk, és akkor letesszük a bölcseknek azt a fajta szent leiratát, hogy majd mi megmondjuk, hogy leírjuk azt, amit összeszedtünk, hogy hogy lehet úgy élni, hogy ne sértsük az életet. És nyilvánvaló, hogy akkor most ugrok egyet, ami európai keresztény kultúránkban nyilvánvaló, hogy egy olyan fajta valláserkölcsi hiedelemrendszerbe, hítrendszerbe, hát én inkább hitről beszélek, Igen. nem hiede, én hívő vagyok, szóval egy olyan fajta elgondolásrendszerben, ahol az élet egészséges fejlődését elősegítő minden tézis le van fektetve közmegegyezésesen elfogadottan, hogy az Mózes kőtáblája volt egykor, hogy az a tíz parancsolat, ami tovább megy, hogy Krisztusi üzenet is, hogy hogy szeressük egymást. De ott van leírva, mert nem csak a Bibliát, nekünk mondjuk nyilvánvaló, hogy az európai kultúrában a mi hitrendszerünknek, keresztény hitrendszerünknek de. megfelelők ezek az üzenetek, egységesek, de ezek nem csak vallási, tehát Istenhíd üzenetek hanem még ha ezt félre is tennénk, hát ott Igen. van a viselkedési szabályokra vonatkozó gőtábla, ezt így Igen. csináljuk, tíz parancsolat, igaz? Igen. És ezt találjuk a Tóra, a Talmud, a, mit is mondjak, a, a Szentiratokban, akár hova megyünk a világon, a nagy bölcsiratokban, mindenütt az van lefektetve, hogy akkor él az élet tovább, akkor vihető tovább az élet, ha mi ezeket betartjuk. Hát nem véletlen, hogy az le van írva, hogy férfi és nő együtt nemzetek szaporodj, Sokasodjatok, sokasodjatok, és hogy a, ha mi most népesedési e, krízisbe kerülünk, hát akkor nézzük már meg, hogy ugyanakkor ennek a szaporodásnak milyen hátrányos, akadályozó tényezői vannak. És akkor most arra térnék rá, hogy ez a bizonyos ideológia. Egyszer csak születik egy olyan elgondolásrendszer, ami először, mint a búvópatak, csak nagyon csendben valahogyan befészkelődik egy kisebb közösségnek a hirdetménye, vagy hogy is mondjam terjesztése révén. Tulajdonképpen bizonyos hitrendszereknek is a kialakulásában ez a bizonyos a hitrendszer magvát képező közösség mindenütt ott található. De történetesen ez a közösség olyan, hogy a következőt teszi a középpontba. Mi most mindenre nemet mondunk, olyanok leszünk, mi most mindenre nemet mondunk, ami eddig érvénybe volt. Tradíció, lefejezve. Múltbeli dolgok, a kultúra kincsei, amiket fölhalmoztak, kit érdekel? Mondjunk rá nemet. Elkövetkezik a tagadás időszaka. Hát, Még a természet helyette. törvényeit is tagadják. Hát az mindent, mindent. Na most hát az gőgös emberi hatalom a tudásnak a vélt olyan föl tupírozása, amiben mindent, ami magason és mélyen eddig a kultúrában érvényes volt, mindenre nemet mondanak. Egész odáig, hogy biológiai evolúciós bizonyosságokat is elsöpörve mondják, hogy nem így van. Hol találkozunk az emberi életben olyannal, hogy egy gyerek azt mondja, nem érdekel, hogy mit mondanak az ősök. Az van, amit én akarok. Ez egy kamasz ideológia, egy éretlen kamasz ideológia, amely vágyirányba haladva keresztül akarja venni a saját boldogság, hedonikus boldogság eszményét, és megszületik az a fajta ideológia a saját nevezéktanával, aminek első dolga, hogy az én általam, magáltal tisztelt fogalmakat, amikben mi konszenzusra jutunk, félresöpri ki a nő, ki a férfi, ki a házasság, mi a család, minek? és a nevekkel együtt kitakarítja magát azt a jelentést tartalmat is, amire mi közösen már fölesküdtünk, hogy ez így van, és hisszük, és valljuk, és ez lesz az etikánknak az alapja, hogy férfi és nő szövetsége és a család. Nem érdekes ez minden, hát minden szétrúgnak. Sőt, el is foglalják ezeket a kifejezéseket, és ez is De dráma. azt akarom mondani épp, hogy kitalálnak helyette másokat, Igen. tehát efebofilia. Hát Igen. most igazából, most mit jelent ez? Majd ők megmagyarázzák, és akkor rasztják, hogy te, hát te kon konzervatív vagy, és már meg is bélyegeztek, mert tudja meg, hogy én egy stereotíp nemiségű, konzervatív, ezáltal már a sorból leírható nőszemély vagyok, mert én még mindig cisz vagyok, és nem vagyok, ugye, a ahelyett, ahelyett, hogy már ugye azzal a kínálattal élnék, amit ez a teória elémtár, hogy figyelj, hát, így legyen neked jó, kóstold meg az ezt is, azt is, ha lehet legyél ez is, meg az is, de hát azért, ha csak változtatsz rajta, hát azt nagyon jól teszed, mert hogy nem szorít bele senki ilyen sémákba. És akkor a réginek az elvetése után megalkotja azt a fajta újat, amit egyszer csak olyan kisebbség, de egy olyan erővel támad neked, hogy miért nem fogadod el? És a többség felé gyilkos nyilakat szórva rám, hogy én hogy vagyok, rasszista, meg, meg homofób, Minden meg mert nem tudom, hogy mi mindent, amit meglepetéssel tapasztaltam, hogy milyen színes fantáziával raknak rám mindenfélét, de tudja engem senki nem kérdezett meg, hogy én hogy van az valójában. Igen. Hát mit, mert én merem azt mondani, hogy az, ami korábban érvényes volt, azt én tovább vinném, és mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy figyeljetek, veszély van. Veszély van, mert hogy valaki a világrendet akarja megváltoztatni. A világrend ott kezdődik, hogy férfi és nő és ott. Tetvére azt, hogy neked van-e istened, vagy nincs istened, minnyájunknak van egy istene. Figyelj, nézd meg, hogy ki áll az ő világuk élén, a pénz. Most már nagyon magasra szökve kimondom, de igen, mert mi egy konzumkultúrának vagyunk, egy új ideológia áldozatai. Azért vagyunk áldozatok, mert nem veszük észre, hogy ez a kicsi közösség, hogy eszkalálódott úgy, hogy nagy pénzérdekek azonnal odálltak. Persze, lesznek vásárlói. Hát, Persze, hát mi, micsoda me, me, üzlet me, me, lesz Meg ez? mekkora terrorhatalom lehet abban, hogyha egy társadalmi nagyon pici kisebbség vagy elenyésző számú társadalmi csoport a teljes gazdasági szférát, politikai szférát, társadalmi szférát is úgy el tudja foglalni, hogy ugye emlegette itt, hogy mennyire fontos a társadalmi konszenzus, meg közegyetértés. De, de ugye ezt meg hát a... lehet Tenkelni, a társadal... hogy a többséget rákényszerítik dehát, arra, dehát hogy ugyanazt gondolják. Vegye el. észre, amit minden tisztelt néző is észrevesz, hogy először csak megmosolyogjuk ezeket, és azt mondjuk hát, Igen. normális ez, és látjuk, hogy nem normális, és pedig tudjuk, hogy nem normális, mi volna a normális, a norma, az átlagos, a, a többségi, az a norma, és az a normális. Mikor mi használjuk tisztelettel, mondom, a normális fogalmát képzelt, akár hogy mi, mit gondolsz normális alatt, mi ezt értjük normális alatt. Most azért mondtam, hogy egy kamasz ideológia, vagy leg legalábbis egy kamasz érettségi szintjén lévő gondolkodási kultúrának egy borzasztó erőszakos nyomulása, hogy Igen. én bebizonyítom, hogy te majd vagy beveszed, és azt csinálod, amit én akarok, mert én akarok a világúra lenni. És ezért én, és hát sajnos, sajnos a nyomulásnak ez az ereje azért, mert pénz áll mögötte, mert üzlet áll mögötte, mert az áll mögötte, egy lesz áru, megveszik, megveszik, befolyásoljuk az embereket, na de miért akarom eladni az embereknek, miért akarom beetetni, miért akarom állandóan etetni, ezzel, azzal gyógyszerrel majd minden megold, megoldódik, nem fogsz idegeskedni. Persze csak majd rászoksz a gyógyszeres, ma többen halnak meg. Gyógyszer mellékhatásokba, mint a gyógyszer, Igen. a betegség. Hát látjuk az Egyesült Államokban hát, is, hát, is a, az a nagy. Hihetetlen, ilyen ilyen hát hihetetlen, hogy... Opioidálságban. Hát Hát óriási, hogyha egy picit kitekintünk, és egy kicsit tágasabban szemléljük, akkor egy világerőről van szó, amely hatalmat akar fölöttünk, és függővé akar tenni. Függővé a gyógyszerektől, az ételektől, az italoktól, a szextől, a viselkedéstől, hogy mit használok, hogy mobil, vagy micsoda, és először kialakítja a ráédesgetést, majd pedig mikor már ráharaptam, már rajta vagyok, akkor zsarnoki módon kisajátítja a lelkemet, mert hát lényegében, ha már függő vagyok, ha egyszer valaki függővé vált, akkor óriási fogyasztó lesz belőle. És közben az ellenállásnak a lehetőségét, vagy a függetlenedésnek a lehetőségét is elveszi, hiszen hogyha az összes identitás oszlopát módszeresen ledönti az ideológia, akkor még csak öntudatra sem, vagy önálló tudatra sem tud éb ébredni az ember, a... hanem mindig a di aktuális divatot, megtrendet fogja hát kiszolgálni. Hát a kulcszott terméket. mondta ki az identitást. Ez egy identitásgyilkos Igen. olyan szemlélet, amelyik kisebbség, erőszakos, hatalmat akar elítél engem, ha én máshogy gondolkodom, de tőlem toleranciát kér. Na most ez nonsense, hogy toleranciát kérni ahhoz, amivel én esetleg nem hagyni engem a saját demokratikus vélemény szabadságomba, Igen. tehát rámerőltetni, miközben ő nem toleráns, hanem elítél, nem csak, hogy elítél, megbélyegez, hanem kirekesztő. Mert azáltal, na én többségi vagyok. De majd bebizonyítja, hogy nem vagy te többségi, mert majd mi leszünk többségik, mert úgy nyomulunk, hogy úgy félnek már tőlünk, mint amit tapasztalható ma a világban. Nagyon megfélemlítettség van, hát a, én... Nem virtuális nincs hangulatnak szoktam hívni. Hát a Jordan Petersonnak én annyira híve vagyok, és én valahogy valami, ami gondolkodásunkban nagyon hasonló. Isten őriz, hogy én nem akarok én senkivel magam összehasonlítani. A gondolkodási stílusban találtam rá ebbe az emberbe arra, hogy én is tudok gondolkodni. Ha hát csak annyit mond, hogy ember, hát ki az ember, mi az ember? Hát nézd már szembe azzal, hogy hol vagyunk a kultúrába. Mi adott továbbélési lehetőséget, mikor mi adta a lehetőséget, hogy túléljünk veszedelmeket. Hát van egy mondás, amit én peterson tanultam, kiírtam, föl is olvasom, nagyon gyakran olvasgatom a következő kép szól, hozzám is szól. Professzorok, akik habostok színlelve és csendben, ne tanítsátok a tanítványaitokat hazudni, és hazudni, gyertek, hogy a falak összeomoljanak szégyen szemre. Bábel falai össze fognak omlani, hogy most a Bábeli hasonlatot. Mert a világban nyelvi zűrzavart is keltünk, mert már nem tudunk szót érteni egymással, mert ők azt mondják, használd az én nomenklatúrámat, mert ha te nem azt mondod már a normál nemiségre, hogy sztereotíp, akkor már nem a helyén nevezed, mert tudja meg, hogy mi sztereotípak vagyunk. Azért, mert a régi, tehát az már, hogy sztereotípja, már elítélő. Igen. Szóval azért ez, hogy a címkéjük az nevezék tanukba is elítélő jelzők vannak. Na most akkor én nagyon odakapcsolnék most, ahol tényleg a, a lényeg van, hogy én, aki pszichológus vagyok, és fölesküdtem le, én tényleg az vagyok a lelkem mélyén, hogy én segítek a tőlem telhető módon a bajba jutott embereken, én nagyon sokat tanultam ezért, és nagyon sokat adtam az életemből ehhez. Nekem meri egy kultúra azt állítani, hogyha egyszer egy gyerek egy picit valamibe elbizonytalanodik, nekem kutya kötelessége, mert megbüntetnek, mert kizárnak a pszichológusok sorából, mert, mert, mert mert X-el meg fogják bélyegezni az életemet, hogy én egy X-es származás érti, hát Igen. megint egy 50-es évek megbélyegzettje leszek. Miért leszek kirekesztve? Miért leszek 15 ezer pszichológus közül kirekesztve? Ki is léptem a pszichológiai társakba. én nem tartozom oda. Ahhoz, aki ezt megegedi, hogy csendben 14 ezer hallgat, és hagyja, hogy ezek történjenek, óriási bűncselekmény, nem tudok mást mondani. Szóval, aki azt követeli, hogy én tag adja meg a szakmai eskümet, és amikor az a gyerek egy picit bizonytalan, akkor álljak rá, és akkor erősítsem ezt a hajlandóságot, azonnal mondjam azt, mert ezt kívánja a trend, ezt kívánja ez az elmélet, ezt kívánja az a pszichológus továbbképzés, hogy már nem vesznek fel, nem tudok szakvizsgázni, hanem olyan szakdolgozatot írok, amiben az esetelemzésemben áttérítés van, amiben már nem írom le, hogy a gender bűszavait, Hát Péterzontól tudjuk, hogy a nyugati egyetemeken annyira bedőltek már a professzorok. És miért? Mert nem kapnak pályázati pénzt, mert nem elfogadják el már a munkáikat, mert már félreállítják a sorból őket. Miért? Mert ugye van egy elhatározás, hogy ugye ez a bizonyos, hogy a különbözőségeknek a minél előbbi kiegyenlítése azzal, hogy legyen meghatározott arányszámú, színesbőrű, másraszból származó tanárember, meg oktató, meg. Doktoriskola vezető. Na most erre írja Peterson, és elhiszem neki, hát én is ott dolgoztam az egyetemen, tudom, hogy van ez. Ha nem mindegy, hogy milyen színvonalú emberek lépnek be a tudomány szent szolgálatába. Hát olyanok léptek be, akik most kapják meg azt a, azt a hogy is a mennybe meneteli lehetőséget, hogy pusztán azért, mert szerencséjükre a bőrszínük más, más raszból jönnek. De most van ez a fajta szemlélet, ami azt mondja, hogy parancs, tessék, ennyi százalékba kell, hogy ott te tanárként ilyen bőr... De ez nem Egyébként ebben van nem nem igazából értik. a rasszizmus, amikor leminősítik annyira, hogy csak a bőrszíne alapján, vagy csak a származása de de alapjának meg, valami. Meg, meg, meg akármi Tehát más alapján is. Engem sértene, mert, hogy a, hogyha persze, csak emiatt kapok meg egy persze, pozíciót. Persze. De Ez a diverzitás modell, amit ők követnek, az uh, mégiscsak az. Sőt, uh, kótárás és akkor visszatérünk az mert, mert, ugye, mert ugye például, amikor a felvételi vizsgán ugye uh, az életrajzát, és akkor abban az áll, hogy ekkor és ekkor kaming autoltam, mert én homoszexuális vagyok. Olyan magas pontértéket kap a felvételihez, hogy már is ugrott egyet, és ezért a tanárok, ezért szól a Zoni üzenet, hogy tanárok, hát közben csendben a tanárok már tanítják a, 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 tanítványaiknak, hogy gyerekek, már írjatok be valami olyan, keressétek már meg, hogy nagyanyátok, nem tudom, kicsodátok származásában nincse valaki, aki esetleg egy más, vagy mindjárt jó pont, és mindjárt a felvételén előny, vagy hogy a szakdolgozatban tegyetek már be egy mert majd nem fogják elfogadni a szakdolgozatotokat. Vagy már nem vezethetek azért egy tudományos munkát, mert nincs benne valahogy érintőlegesen ez a mássági tolerancia, hogy, hogy, a, meg, hogy a, legyen akkor megfelelő számú más raszból származó ember a vizsgálati mintámban. Tehát az akkor már rossz, hogy nem kap teljes képet, akkor nem is sorolom. Tehát valami olyasfajta kényszerek, amikben a tudománynak fejet kell kellene hajtani egy ideológia, és az csak vélemény, egy ideológia, az csak egy elmeszülemény. Hát a modern marxizmus, ezek a szegények, akik soha nem tudták, hogy a kommunizmus mit, mit, csinál az emberrel, hogy micsoda egy szörnyűség következett be a marx engelszi tanok nyomán. Új marxizmusról beszélnek az amerikai kultúrában olyan lázadó kamaszok, akik sose tudják, tudták, hogy mi az, amikor sorra lövik a falhoz állítva, pusztán azért valakinek a apját, anyját, mert az azt meri mondani, hogy ő hívő ember. Isten hívő, puff, akkor mindet lelövöm. De hogy nem tisztelét és nem tapsol az ünnepségeken, pusz lelövöm. És hát szörnyű dolgoknak vagyunk a tanúi. igaz? Hogy, hogy lehet az, hogy a szakmán belül például egy ilyen bátor interjúra, ami most elhangzik, eleve Rossz lesz mondani, hogy ez bátorság, mert ez alapnak kéne, hogy legyen. De hogy nem tudok ide hívni még 14 ezer magyar pszichológust, hogy hogy ugyanezt elmondják. Ho, ho, hova nem tűn? Tudom. Vagy akár a kanadai szakmából? A tudományban kellene, hogy legyen akkora erő, magabiztosság, bátorság, hogy kiálljon ezek mellett, az ügyek mellett, még akkor is, ha meg akarják félemlíteni. Egy egyszerű civil, magánember, vagy a társadalomnak igénye van arra, hogy az érte értelmiség az ne megadja magát ezek előtt az ideológiák előtt, hanem bátran kiálljon és vedessen és védelmezze úgymond a Bocsánat, közösséget. az értelmiség befelé élő és a mélységi irányokba tanulmányozza a világot, és onnan hoz olyan mélységekből értékeket föl, ami nem azzal jár, hogy ő egy harcos, felvértezett a harcra kész és önmagáért kiálló ellenkezőleg az igazi bölcs, az szerény, az visszavonul, az toleráns, az elfogadja a másikat. És pontosan ezeket a nagyon régről jövő az emberi viselkedésnek az alapszabály, hogy tiszteletbe tartó embereket, mint amilyenek például a él boj, az egyetemi munkában, hát ha tényleg igazi tanári karról beszélünk. Hát ezeket hát ugye nyilvánvaló tisztelettel először visszavonulnak a nyomás alól. Mire észbe kapnak, addigra már fölött a kisebbségnek a terrorja. Hát látjuk, hogy olyan fejtágítóra bekötelezik a tanárokat, hogy menjenek el, és az ekvitás irányába, hogy ugye az egyenlő esélyek tanában szerezzék meg a megfelelő képesítettséget, hogy tudják, hogy mikor, mit a tanítványaikkal szóval is. Hát, borzalmas. Hát, a átnevelő, hát ha láttunk már mi olyat, hogy átnevelő, ugye, hogy ideológiai átnevelő, hát igaz, hogy pártiskola meg egyebek, hát sokféle volt, ami átnevelő célzatú volt, én még arra emlékszem, hogy amikor én a kandidátusi diszertációmot megcsináltam, akkor még ahhoz, hogy ne, legyek, mert többször beinvitáltak, hogy pártak legyek, és mikor mondtam, hogy én még tanuló vagyok, mert járok a, a, a marxista iskolába, ez menekített meg, mert az volt a követelmény, hogy majd akkor kapsz akármit is, hogyha neked megvan a politikai képzettséged. És megúsztam azzal, hogy az akkor, bocsánat, én bocsánatot kérek mindenkitől foximaxinak hívtuk az egyetemt, ahova jártunk, és nagyon sokan voltunk. Ugye én miért hallgattam? Azért, mert tudtam, hogy tönkre teszik az életemet, hogyha azt kimondom, amit a társammal összekacsintva. Mi pontosan tudtuk, hogy ugyanazt gondoljuk. Azt hiszi, hogy most is nincs az, hogy ezek a megszégyenített, megalázott tanártársaim, meg azok, akik már bedőltek, vagy akik sunyi módon hasznot húznak belőle a hamis, nem az érdemeik alapján történő előmenetelben, mert odaállnak, mert eladják magukat, és nem a saját hitük mondják. Maga azt mondja, hogy én miért nem félek? azért nem félek, mert identitásom van. Az identitás azt jelenti, mint Luther Márton mondta, amikor kitűzte a Wittenbergi hittételeit a, a, a várfalára, hogy itt állok, másképp nem tehetek. Most mit csinálsz velem? Na, mit csinálsz velem? Hát most nem tudod kikezdeni ki azt, hogy ki vagyok. Hát, meg De egy pályakezdő gondolja már el. Itt ülne egy pályakezdő, én miért reklamáljak, hogy 14 ezer közül? Miért nem ülsz itt még, még 15 nem nem tudom hány ezren, mert akárhanyan is, de ha mi tömegesen együtt lépnénk föl, de hát mi magyarok is ilyen kis, ez szigete vagyunk a bátorságnak, hát vegyük már részt. Hát menekülnek ide emberek, hogy egy tanfolyamot ja, vagy egy rendezvényt ja, megtartassonak. Ja, ja, hát, na, minden esetre láthatja, hogy, hogy még befejezném azt a gondolatot, Parancsai. mert azért az talán fontos, hogy egy éretlen, egy körülbelül a kamasz érettségi szintjén lévő ideológiai eh, fantazmagória, amely kimondja, hogy világ Erő lesz, világúra lesz, megalomán képzeteket mintegy hordozva, az Úristen helyét elfoglalja, vagyis a legfőbb, az életet irányító legfőbb erő, természeti erők fölött, biológiai erők, evolúciós törvények fölött, mindenek fölött, uralmat akar a magas drónszéken, és most már... Oda bizony, miközben tényleg oda akar jutni a saját ideológiájával, már nem vesz észre, adta magát, mert ott nem ő ül, hanem ott csücsül a pénz. Igen. És hogyha mi ezt nem veszük észre, végtelenül sajnálom. És ha valaki esetleg nem tetszik neki, amit én mondok, hát akkor azt mondom, én itt állok, másképp nem tehetek. Te is állj oda, és mondd el a magadét. Igen. De amíg velem együtt nagyon sokan kimondjuk, hogy elég volt. Hogy elég volt, hogy én én nem leszek áruló, mint Piter Morrison is mondja, hogy tanár, ne tedd ezt. Most én nem teszem ezt. És ezért én mondom, amint most is mondom, meg valószínűleg mondani is fogom, amíg csak van bennem szufla. És tudja, néha úgy gondolom, hogy én, ugye én hívő vagyok, hogy ja. én attól az erőtől, ami ezt az egész világot megalkotta és fenntartja, amelyik engem elindított az életúton, hogy, hogy menj és Adok neked életet. Egy emonációja vagyok az Úristennek abban az értelemben, hogy valamit rámetett, hogy ez a te életfeladatod. Most ez az én privát ideológiám. Szabad a véleményalkotás? Szabad. Ne ítéljen meg értesen. Én ezen a hiten vagyok viszont ez a hit nagyon megtart engem. És én Isten hívő vagyok, én nem szeretnék más látni a trónon, se a mamont a pénzt, de a tudományt se szeretném, hogyha már így eladja magát, mert én azt mondtam, addig nagyon tiszteltem a tudományt, amíg azzal nem találkoztam, hogy korumpálódott. Mert ha eladja magát, mint ezt látjuk, hát meggyötört tanártársaim, meg meggyötört egyetemi hallgatók, akik nem mondhatják a szabad véleményüket, hát egy terrorban élni, hát az borzasztó a kisebbség terrorja, tudjuk, hogy mit jelent, az a diktatúra. Bízom. Szellemi diktatúrát akar ez a kisebbség. Sajnos, mivel pénz van mögötte, lehet, hogy világhatalmat szerez, és sajnos, azt pontosan tudjuk, mindent összezavar, káoszt kelt, diabolikus, a diabolos, össze-vissza zavar az ördög, össze-vissza zavar mindent. Tehát még a végén elérhető az, amire törekszik, hogy a világ széthullik. Mellesleg. Meglátjuk. Vellesleg egy dolog miatt ez nem következhet be. És ez, ez is azért személyes hitemhez tartozik, hogy az Úristen megígérte, igen. hogy bármi történik, többé nem lesz özönvíz, többé igen. nem lesz olyan katasztróf, hogy elpusztítsa az embert. És megjegyzem, ennek a szimbóluma minden egyes esőhulláskor és napkisütéskor a szivárvány. Csak hogy körbezárjuk ezt már. a. <laughs> hát igen, csak a. Igen, igen. a szivárvány egy színnel igen. eltér a. Ez Na, az igazi Pseu a valódi egy színben eltér. Úgyhogy bocsánat. Nagyon köszönöm professzor Bagdi Emőkének, hogy ezt a beszélgetést ezt vállalta. Hálás vagyok, hogy ilyen őszintén, bátran, határozottan az igazságot képviseli. Reméljük, hogy egy másik alkalommal tudjuk folytatni ezt a beszélgetést. Most sajnos a műsorban ennyi fért bele, de szerintem nagyon fontos gondolatok, alapigazságok elhangoztak. És remélem, hogy a nézők közül nagyon sokan megszívlelik ezeket. Hogyha, hogyha nem értenek esetleg egyet, ezt a komment szekcióban megtehetik, ugyanis hívei vagyunk a véleményszabadságnak, addig jó, meddig az ember szabadon gondolhat mást, meg vélekedhet mást is. Reméljük, hogy azért sok mindenben viszont egyetértünk, a gyermekeket meg kell védeni, és, és szabadon kell gondolkozni, nem alámenve a vélemény terrorjának és diktatúrájának. Nagyon köszönöm a beszélgetést, és köszönöm a figyelmet önöknek is, a nézőknek, hallgatóknak. Hamarosan folytatjuk ezt a podcast sorozatot. Hogyha még nem tették, akkor kérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb nyomásával, és hogyha van véleményük, akkor azt mondják el kommentben. Minden jót önöknek!